Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ezekben az időkben, időpontokban már megszokhatták, itt a hatos csatornán belül Hír Érték című műsorunkat látják, és mind a két minőségnek szeretnék megfelelni. A mai témánk, akik mernek nagyokat álmodni, alkotómérnökeink. De mi is az az infrastruktúra? Mi minden, amiben a kedves, most meghívott vendégeim folyamatosan alkotnak? Én szívből remélem, hogy ez társadalmi hasznosságra is igényt tart, úgy a lakossági, mint az ipari területeken. Tisztelettel köszöntöm dr. Mizsely János egyetemi tanárurat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki kar, elektronika technológia tanszékének kiemelkedő egyéniségét, és én szívből remélem, hogy mindaz a szakmai tapasztalat, amit a gyakorlatban majd rátérünk, hogy minden külföldi tanulmányutakot és végzett, és a gyakorlatban, itt főleg ugye a napelemekről lesz most szó, számos kutatási területéből kiemelve, mi mindent tapasztalt, mi mindent ért el. Én remélem, hogy közérdeklődésre fog ez is igényt tartani. Köszönöm, és köszönöm, hogy még egyszer úgy elfogadta a meghívást. Köszöntöm 60. Krisztián fiatal kollégajelölt urat, az Óbudai Egyetem Bánki Donát mérnöki kar hallgatóját, mechatronika szakos, végzős, és nagyon sok területen már bemutatta tehetségét. Hogy most hogy kerül ide egy olyan fiatal ember, aki látszólag másik területen tanul, és az alkotásra felkészíti magát, és felkészül az életben, bizony a egyéni, legszuverénebb érdeklődési kör is meghatározó. Tanár úr, az én kutatási területe és érdeklődési területe nagyon széles kör, és ezt most elkezdeném sorolni, akkor a szakma mindjárt megértené a kedves nézőink részére. Engedje meg, hogy itt most egyelőre maradjunk a napelemeknél, mert nagyon speciális a terület, de mindegyik fontos és kiegészítő. Nagyon szép eredményeket értek el. Ezt a kedves nézők majd látni is fogják. Néhány gondolatot osszon meg velünk. Mi az, ami egy műszaki embert, műszaki érdeklődésű embert, egyetemi tanárt pontosan erre a területre is vezérel, hogy hasznossággal, társadalmi-ipari tényezőket illetően, gazdasági tényezőket illetően kutatásfejlesztést végez, alkalmazott kutatásfejlesztést. Köszönöm szépen a bemutatást először is. Ez csak nagyon részben volt. Igen. Az elektronikai technológia tanszéket nagyon szeretem, hiszen ott végeztem, de a Budapesti Műszaki Egyetemen az elektronikus eszközök tanszéken dolgozom, immáron 40 éve. Köszönöm szépen, és akkor bővítem a kört, gyakorlatilag végzése pillanatától 1977-től megszakítás nélkül egyetem. Igen, úgyhogy ez ilyen japán stílus. Hát ha valakinek azt mondjuk, hogy napelem, már az átlagember is, aki egy picit tájékozott, azért tudja, hogy hát ez valami olyasmi, hogy jön a napból az energia, és a napelemből meg kijön a villamos energia. És ez bizonyosan nagyon jó, mert nem mozog, nem kerül pénzbe. Én ehhez még hozzáteszem, hogy ha igazán jól átgondoljuk, akkor a napenergia hasznosítás az egyetlen olyan energia hasznosítás, ami kozmikus méretekben is a lehető legkevesebbet nyúl bele az energia mérlegbe. Ugyanis bejön a napenergia földre, ha nem hasznosítjuk, akkor itt marad és melegíti, ha hasznosítjuk, akkor a hasznosítás után pontosan ugyanezt történik, melegíti. Pont ugyanannyit melegíti, többé-kevésbé utána is. Tehát a legkisebb belenyúlás a természeti folyamatokba a napenergia hasznosítása. Minden más sokkal nagyobb belenyúlás. Eddig a természet oldaláról közelítette meg ezt a területet, abban a pillanatban viszont, ahogy alkalmazást kell, hogy nyerjen itt a természeti erőforrások oldaláról a nap, innen már műszerpark is következik. Hardware. Igen. Pontosítsuk, innentől kezdve azért már fizetőképessé is kell legyen az az állampolgár, vagy az ipari terület, ami ezt alkalmazza, de erre nyilván visszatérünk, és lesz egy másik területe is ennek, méghozzá az ipari formatervezés oldaláról. Ez, Krisztián, önnek az egyik nagyon kedves területe, a formatervezés. Parancsoljon! Így van. Ugye, hát kb. Gyerekkorom óta ez a fő terület, úgymond, úgy figyeltem meg, hogy mindig vannak azok a gyerekek, akik
úgymond tönkre teszik, vagy elrontják a játékaikat. Én mindig az ellenkezője voltam, hogy én inkább építettem, vagy komolyabbá, vagy jobbá próbáltam tenni. Aztán ebből fejlődött maga a kézügyesség is, amit tovább tudtam úgymond hasznosítani. Hát leginkább a rajzolás meg a tervezés területén. És ebből láttunk azért néhány példát. De mégis mi volt az az igazi mozgató rugó önben, hogy az ipari formatervezés területén belül, itt a napelemek témakörében is, azt hiszem, hogy ön inkább az autóipar felé, a karosszéria ipar felé is gondolkodott, de nagyon sok irányú. Itt viszont van bizonyos műszaki eljárás, amit említett ön korábban, hogy a hajlíthatósága, az ívelése, egyebek, ezek azért nem olyan egyszerű dolgok, hogy az ember csak fantázia oldalról elképzelje. Hogy lesz ebből gyakorlat, alkalmazhatóság? Hát ugye ez még eléggé folyamatban van. És? Én terveztem egy olyan autót, aminek maga, hát igazából a szélvédője az kb. Teljesen egyet jelent a tetejében is, ami ilyen esőcsepp formát akar, amihez ugye fontos az, hogy teljesen áttetsző is legyen maga a napelem, hogyha tegyük fel napelemmel működtetnénk ezt az egészet, meg hogy hajlíthatni, vagyis hajlítani is lehessen. Mert ugye még a mostanában legelterjedtebb ilyen napelemek, azok teljesen síkak, amiket általában tetőre szerelnek, meg feketék szinte, amin ugyan nem nagyon lehet. Lehet hajlítani a napelemet, szóval van olyan hajlítható, ami fölveszi azt a formát, amit a tisztelt formatervező urak szeretnének, de most arra, hogy áttetsző legyen, azért arra azt mondom, hogy amennyiben áttetsző, annyiban rosszabb a hatásfoka, mert hogyha a fény átmegy rajta, akkor miből lesz az elektromosság? Hát igen. Szóval az azért nem megy egyszer ez a kettő, kecske, káposzta és a csónakos, ugye? Nehéz. Láttam most egy ilyen, hát az még szinte inkább csak prototípus, hogy már teljesen átlátszóvá tudták tenni, és a keretében van maga az elektronikai rész, ami felveszi ezt a teljesítményt. Igaz, még a hatásfoka az nagyon minimális. Nem, ha teljesen átlátszó, akkor nulla hatásfoka, maradjunk ennyibe. Amin átmegy a fény, abból nem jön ki. A természeti törvényeket nem lehet áthágni, és utólag megváltoztatni. Azt lehet csinálni, hogy valamennyire átlátszó legyen a napelem, tehát bentről ki lehessen látni, mondjuk általában egy gépkocsiból, hogyha olyan 30-40%-át lehet látni, az még a füstszerű üveg, ugye, az még úgy megy. És akkor valamilyen nem túl erős hatásfokú napelemet oda lehet szerelni. Én azt hiszem, hogy itt a műszaki és a formatervezési szempontokat az nagyon-nagyon nehéz teljesen összeegyeztetni. Én viszont azt tapasztaltam mind a műegyetemen, mind itt az ifjú kollégák és az őket tanító kollégák részéről, hogy folyamatosan a fejlesztésre gondolnak ebben az időben is. Egy biztos, hogy fantazmagóriának helye nincs, tudni kell nagyon jól az anyag természetét, amivel dolgoznak, és főleg az ipari megrendeléseket is, mert azért nézzük meg, ez egyik se olcsó, minden olyan jó kell tudnunk, hogy a tudomány az pénzigényes, a fejlesztés pénzigényes. A határokat lehet feszegetni, de a tervező mérnök olyan, és azt a csodát is elő tudja állítani, hogy igenis a természeti törvényekbe addig tud beleavatkozni, amíg megengedhető, de bizonyos értelemben célokat is meg tud határozni, hogy hogyan legyen egyre intenzívebben megoldható és tartalmában kivitelezhető. Ezt önök tudják a legjobban, ezért is kértem, hogy fogadj el a meghívást, mert egyre inkább az energiákkal való gazdálkodás kötelező itt a Földön. A természeti törvényekben nem lehet beavatkozni. Amiben be lehet avatkozni, nem. Föl lehet őket használni. Mondom, hogy mi az a határ. Igen. Sem eddig se lehet beavatkozni. A természeti törvények működnek és vannak, megváltoztathatlanok. Nem megy. Akkor a belőlük fakadható, vagy belőlük nyerhető területekkel haszon, való dolgozás. Azt lehet, jól föl lehet használni a természeti törvényeket. Ebből a szempontból egyébként az autóra, gépjárműre, földi mozgó eszközökre felszerelt napelem, az ilyen kisegítő dolognak úgy jó, de ha pontosan kiszámoljuk, hogy ennek lehet mondjuk 3-4 négyzetméter a felülete, ugye? Egy négyzetméterre esik körülbelül 1 kW teljesítmény, az ugye 16 kW, 20%-nál többet nem igen lehet ki, hát 30% a határ, amivel viszonylag egyszerűen ki lehet hozni. Tehát ebből következik, hogy teljes napsütésben megy az autó, akkor is maximum 2-3 kW-ot lehet leszedni, és az
az nem egy tartós mozgatásra alkalmas dolog. Az, hát az indító motor az ugye fél kilowatt. Most annak hatszorosa, hát át lehet menni a vágányon, ha katasztrófa helyzet van, ugye az indító motorral is, mint tudjuk, ha leáll az autó, de nem igazán jó erre. A villamos hajtás egyébként az optimális a gépjárművek esetében, és jó, hogyha rajta van egy energiatermelő eszköz, mert ugye gyűjti az akkumulátorba az energiát, és ez nyilván oké, de a tartós haladásra csak egy ilyen speciális esetekben jó, hogy versenyezünk, meg sport, meg ilyen fejlesztési szempontokat tekintve ilyen rekordhajhászás, aminek megvan a szerepe ugye a műszaki optimumok megtalálásában is. Fogyasztási cikként nem igazán érdemes, tehát nem sokat számít, hogy rajta van-e a napelem a gépjárművön, vagy nincs. Máshol nagyon jó napenergia, és nyilván előbb-utóbb az emberiség föl fogja ismerni, hogy ez az energiaforrás az, ami optimális. Most a közlekedésre szorítódott le itt a téma a napelemek alkalmazhatóságának kevésbé széles vagy éppen széles területe. Krisztián, mi mindennel foglalkoztak olyan meggondolások alapján, amelyet most a tanár úr említett? Mi a megengedhető? Egyforma tervezésnél. Mi az a terület, mi az a mennyiség, amit lefedhet például a napelemekkel esetében egy autó korszerű felépítése? Hát ez ugye még jó kérdés. Alapvetően, ahogy én láttam magukat, az ilyen prototípusokat általában csak a tetejüket szokták borítani. Az ugye igazából nem túlzottan variálhat maga a forma tervezése, mert az általában ugye csak egy ilyen téglalap. Mert ugye a napelemeknél is az a legnagyobb hatásfok, úgymond, hogyha merőlegesen tud ráásni a napfény, így pedig az autóknál ugye azért eléggé korlátozza magát a felhasználási lehetőségeket. Ugye a karosszériának a legtöbb része az mindenféle szögben dől, és szerintem ezért is használják leginkább a tetejükre, mert az viszonylag fix, és akkor az úgy párhuzamos a földön, azzal tudja a legnagyobb, úgymond, időtávba ezt a merülleges fénybeesést biztosítani. Ugye minél inkább össze-vissza döntjük magukat a napelemeket is, úgy csökken a hatásfoka is. Hát eddig korlátozott van így a forma tervezhetőség. Szóval túlzott nagy elvárások ne legyenek az autó alkalmazását, ugye igénybe vevő emberek részéről, hogy nagyon olcsón megúszható az energia, és mindent a napenergiával lehet pótolni. Ez úgy, ahogy van, nem működhethető eddig. Hát sajnos itt a felhasználhatósága, az korlátozza magát a kinézetét inkább. Hát az ilyen napenergiából nagyon sok nyerhető, hogyha nem az autó tetején van az összes napelem, hanem szép nagy napenergia farmok vannak valahol az országban, itt ott elszórva mindenütt tetőkön. Ezt külföldön azért tapasztalhatunk, főleg Kínában, hogy ott szinte megyényi területek lassanként már napelemekkel dúsítottak, de nekünk ugye a magunk földrajzi viszonyaira is kell acceptálni feltétlenül itt Közép-Európában, úgyhogy nem egészen ugyanaz az állapot, mint Kína. Nincsen semmi baj. Ha az összes tetőn, tehát Magyarország összes házának, lakásának a tetején napelemek lennének, és az lenne a fedő, az bőven elég lenne. Tehát nagyon sok holdtér van, amit erre lehet használni. Ez egy állítás, hogy nagyon sok területet elvesz a napelemek alkalmazása, mondjuk a búzatermeléstől, ami egy másik nagyon fontos dolog, bár kevéssé hatékony. Nem hiszem, hogy ez itt valakinek a lázálmába fölmerült, hogy termékeny területeket iparosítsanak ilyen formában is, hogy mit nyerünk és mit vesztünk alapon, azért ez nagyon komoly felelősséggel is jár. Úgyhogy elnézést a kínai hasonlatért, nyilván, hogy más nálunk az egész terület. Viszont az Óbudán, az egyik szalagépületen, lakóházépületen már ott vannak a napelemek. Az önkormányzatok vajon hogy állnak ehhez, mert itt rögtön megjelenik az, hogy rendben van a napelem, de ennek a megvalósítása, felszerelése az maga nem a olcsó dolog, és az egyik oldalon, ahol terv az, hogy például a fűtési energiát lehessen azért minimálisra lenyomni, úgy értem az anyagi vonatkozását, a másik oldalon pedig a nyerés lehetősége csak ott van. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy itt az önkormányzatok vezetőivel is kemény csata folyik, hogy ki hogy reagál. Először egy picit tisztázni kell a terminológiát, szóval van napelem, amikor bejön a nap és kijön a villamos energia,
a másik a napkollektor, amikor bejön a nap, energia, és kijön a meleg víz. Ez két teljesen különböző dolog, bár az elv egy kicsit hasonló, hiszen az energia közlés az egyik esetben hőt, a másik esetben meg elektronokat termel, így mondjam. A napkollektornak van ám egy nagyon nagy előnye, hogyha az nagyon jól meg van tervezve, és nagyon jól föl van szerelve, akkor a fűtésnek és melegvízfelhasználásnak nagyon nagy százalékát tudja adni. Tehát igazániból az az igazi, amikor egy jól megtervezett házon van napelem is, és van napkollektor is. A napkollektor az nagyjából áprilistól október végéig tud melegvizet csinálni, a napelem meg, amikor legmelegebb van, akkor a légkondicionálót tudja táplálni. Ugye, amikor legmelegebb van, akkor kell legtöbb villamos energia lassan. Most már nem a fűtésre kell a legtöbb, hanem pont akkor kell a legtöbb energia, amikor legmelegebb van, mert hát mindenki szereti a hűvös 18 fokot, és remekül meg tud fázni benne, ugye? Tehát a kettő együtt a jó, és azt hiszem Óbudán is a szalagházad napkollektorok is vannak talán, nem? Melyik van rajta? Én nem ismerem annyira, csak látom. És irigykedve nézem, itt észlem az irigykedést, hogy ez miért nem lehetne minden budapesti házra rátenni, amely hasonló funkciókat tölt. Az a baj, hogy messziről még nem is nagyon lehet megkülönböztetni, mert mind a kettő egy ilyen nagyon szép, sötét, kékes, barnás, feketés, bársonyos színű valami, ugye, mert az kell, hogy nagyon jól lenyelje a napsugárzást. Most a napkollektoron ilyen ferde csövecskék vannak, ami ilyen függőleges struktúráltságot jelent, ha úgy tetszik. A napelem az meg teljesen sík, és egy többé-kevésbé egynemű. Úgyhogy, ha jól megnézzük, lehet, és a napkollektorban ilyen csövek vezetnek be, ilyen jó izmos vastag hőszigetelt csövek, a napelemhez pedig villamos vezetékek vezetnek be. Tehát azért meg lehet azt ismerni, csak nagyon messziről nem lehet így látni. Mind a kettő a tetőn valamiféle építmény. Nem is rossz kinéző ez a napelem sátorbázis ott ezen a lakóépületen, az Árpád hídnak az óbudai részén, de azt tudom, hogy az ottani lakók közös költségéből jelentős mínusz az, hogy ott mi mindent kell fűtésre, vagy mi mindent kellene fűtésre használni. Erre céloztam, hogy bizony az önkormányzatok vezetőinek észnék kellene lenni, vagy nyitottak kell lenni, hogy ezeket felhasználják. De önök ment az egyetemen számos kísérletet végeztek és végeznek. Milyen gyakorlati tapasztalatai vannak az elmondottak van túl, ami egy kutató mérnöknek, egy fejlesztő mérnöknek folyamatosan ott van a gondolatai között, de még a kezébe is, hogy alkosson? Hát ez két nagyon különböző dolog. Az egyik az, hogy az ember egy napelem szerkezetet mér, vizsgál, próbál előállítani minél jobbat. Ez a dolog műszaki és tudományos része. A másik meg az, hogy állandóan azon gondolkozik, hogy hát ezt nyilván terjeszteni kell, ezt a kultát, és ha lehet, minél olcsóbb legyen. És ez egy nagyon fontos kérdés. Az előbb már említettem a tetőt, most vannak törekvések arra, hogy a tetővel együtt kerüljön föl a napelem a házra, és ráadásul még minden szép is legyen. Mert ugye egy ilyen napelem táblát, ami van egy alumínium keret, azt mindenféle rögzítő elemekkel föltesznek egy cseréptetőre, az ugye nem nagyon szép, akárhogy is nézzük. És az lenne most az igazi törekvés, és szerintem ennek van jövője, hogy egy tetőcserébe integrált olyan napelem alkalmazás, aminek még a színe is illik a cseréphez, mert azt is meg lehet választani, hogy pont olyan, vagy nagyon hasonló szín legyen, mint a cserép, és akkor az úgy mégis jól néz ki a házon. Különösen a kisebb családi házakon és kisebb épületeken tényleg ormótlan egy ilyen napelem tábla felszerelve mindenféle tartóelemekkel, egyebekkel, mert azt nem lehet csak úgy oda tenni, ugye, mert van szél, meg mi egyéb, hogy azt el tudja vinni. Úgyhogy ez, hogy az esztétikum is meglegyen, ez az építészeknek a dolga, ugye a formatervezői is, ugye, hát, amit eddig látunk járművek, azokon ezek a szögletes napelemek felszerelve, hát ezek is elég rondákna. Szóval tény, hogy a hajlékonyság, ha egy formatervezéssel összehozzuk, akkor bizony a napelemnek hajlékonynak kell lenni, vagy legalábbis valami olyan formát kell követni, amit a tervező megálmodik. És a járművekben az áramvonalasság miatt a szögletesség az ugye nem jó. Sarkoknál örvények, és így tovább. Természeti erőforrások partalansága, ez fantasztikus lehetőséget ad a folyamatosan alkotó mérnökök számára. Krisztián, ami tanár úr elmondott, hogy a hasznosságon túl az esztétika legalább annyira foglalkoztatja a infrastruktúra egyik darabját, megtervező mérnököt, mint az, hogy a környezetbarát elem is ott legyen, és az elvárhatóság
ne legyen ugye karikatúra egy környezetből, pontosan azért, mert az energiatakarékosság miatt nem formatervezett, adott esetben a napelem fűtésre, hűtésre, mindenre. Hát Krisztián túl azon, hogy az autók szerelmese, gondolt arra, hogy együttműködés, tanulás, felkészülés vonatkozásában ilyen területen is foglalkozzon? Persze, megfordult a fejemben. És mi lett ebből eddig? Még nagyon kezdetleges fázisban. Még a gondolat? De mert több akkor, ilyen érdekes igen. cikket is láttam egyébként, hogy ugye minden területen itt is folyamatosan megy maga a fejlesztés, hogy folyamatosan egyre jobbak, meg olcsóbbak, meg nagyobb hatásfokúak legyenek, úgymond. Ugye a hatásfok az most jelen pillanatban nagyon már nem tudták feljebb tornázni, viszont elkezdtek a más irányba menni, hogy tegyük fel a panelek között legalább áttetszővé tették, hogy ilyen előtetőt lehet kialakítani belőle, tegyük fel ilyen kocsibejáró fölötti részre. Ilyen ehhez hasonló felhasználási részeket már láttam, hogy itt azért kicsit már azért kezdenek barátságosabbak lenni. Valamennyire. Tanár úr, hát önök meg ebben élnek, fejlesztenek folyamatosan. Megrendelések érkeznek-e a tanszékre, érkeznek-e önökhöz különböző ipari területekről, ne adj Isten, magánszférából is? Hogy ne vannak együttműködéseink, most ezt a tetőcserepet mondtam, ez ügyben körvonalazódik ilyesmi. Azért ne felejtsük el, hogy a fejlesztés, kutatásfejlesztés, meg azon gondolkodás, hogy lehet ezt gazdaságosan használni, hát ezek úgy megvannak, de hát a Műszaki Egyetemnek a legfontosabb produktuma a jó mérnök, amit kibocsátunk, és mi mérnököt is előállítunk, ugye, nagyon csúnya szóval kezdés, és a mérnököknek is megpróbáljuk megtanítani azt a szemléletet, hogy gazdaságos is legyen, energetikailag hosszú távon jó legyen, most a napelemeken keresztül, és szép is legyen. Ugye ezt valahogy úgy össze kell egy picikét hozni. És az a szemlélet egy mérnöknek, hogy optimálni kell a különböző faktorok, különböző tényezők között, az mindig hasznos. És ebben a hasznossági kritériumban mi volt az a maximum, amit el tudtak érni? Úgy értem, hogy anyagi területen is sikerült. Mármint, hogy hány forintot kapott a tanszék azért, hogy mi dolgoztunk? Nem kérdezik, csak kellően odafigyelnek a tanszékre ebben a tekintetben, és megvan az az optimum? Vagy ott még vannak kérdőjelek? Hát, nagyon bonyolult kérdés, hogy egy tanszéknek hogy néz ki a finanszírozása. Igen, van ipari megbízás, napelemek kutatása, fejlesztése, mérése, vizsgálata ügyében, és ezzel kapcsolatos tanácsadás ügyében is. De hát ez ugye az egyik oldala a dolognak, a másik az elméleti kutatás, a harmadik pedig, hogy bejön a hallgató a laboratóriumba, és akkor néhány óra múlva kimegy, és ott van a kezében egy kis szilícium napelem, ami nem egy csúcsminőség, de ő csinálta, és az övé. A kezében van. Tehát a mérnökgyárra kell akkor térnünk, hogy ez a mérnökgyártás ebben a formában is odafigyelést kíván. Nagyon-nagyon, és nagyon jó hatásfokkal gyártunk mérnököt, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a kibocsátott mérnöknek a kezdő fizetése nagyon hamar megközelíti az enyémet, akkor jól dolgoztunk. Tanár, ebben az etikai oldalról sem szeretnék bemenni, és nem is provokatív a kérdésem. Csak tudja, amikor itt Magyarországon magyar mérnök elérhető területen, és egy mérnöki közösség szintén elérhetőleg szó szerint kivitelezésre is abszolút jogosult, kár volna mindig a külföldről behozott tízszeres árokon megvásárolható napelemekkel itt gazdálkodni, garázdálkodni, amikor a saját mérnökeink, a saját termelése egyszerűen megoldhatóvá tenni, elfogadhatóbbá, emberibbé az egész ilyen üzleti oldalát is ennek a dolognak. Ön sok tapasztalatot szerzett tanulmányai alapján Hollandiában, Münchenben, Finnországban, számos egyéb egyetemen. Mind behozta ezeket a tudásokat, tapasztalatokat, és mégis bennem mindig az a kérdés van, hogy a műegyetemen dolgozó, igenis, és más egyetemeken, műszaki egyetemen dolgozó kollégák produktumai kevésbé favorizáltak, mint a külföldi.
produktumok. Úgyhogy én itt egy morális kérdést is szeretnék feszegetni. Én nem veszek észre ilyesmit. Mert én úgy érzem, hogy itt egy kicsikét, minthogyha volna mit tenni. Ez nem provokáció, inkább az a jóindulatú hozzáállás és kérés, hogy a magyar mérnök alkotásai kerüljenek mindig előtérben. Ilyen nincs. A gazdaságosság az, hogy a világ az, mint a lefordítva, ugye globális, a világ Igen. az globális. A piac az előbb-utóbb kitermeli azt, hogy minden a gazdaságosság irányába is megy. Itt szó volt arról, hogy napelem, hogy miért külföldről hozunk. Bár majd itt Magyarországon is nyilván épül ilyen napelem cellagyártó sor. De ha egyszer vannak Igen, országok, Igen. vannak országok, ahol ez kevesebb ráfordítással nagyon olcsón előállítható, egy tűrhető hatásfokú napelem cella, akkor azt meg kell venni nagy tömegbe, és nekünk rá kell integrálni mondjuk a tetőcserépre, nyilván ehhez megfelelő technológiák kellenek, és a tetőcseréppel együtt, egy jóval nagyobb áron, technológiával együtt eladni máshová. Nem kell nekünk erőlködni, hogy mi csináljuk a cellát is, ha nem megy nekünk olyan jól. Ez egy gazdasági törvény, én ugyan mérnök vagyok, de azt tanultam, hogy a világ akkor működik optimálisan, ha mindent ott állítanak elő, ahol legkevesebb ráfordítással állítható elő. Ezzel a gazdasági intelemmel zárjuk a mai beszélgetésünket. Kedves nézőink, tisztelettel köszönöm ismételten, hogy elfogadta meghívást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnökkarának kiemelkedő tanára, dr. Mizsely János egyetemi tanár úr, az Óbudai Egyetem banki karáról, a mechatronika szakot hamarosan befejező ifjú alkotó és fejlesztő mérnök ebben a tekintetben, Hatvani Krisztián. Kedves nézőink, fény a melegség. A természeti törvényekben, ha beavatkozni vadul, durván nem is lehet, talán tilos is, azért a mérnök alkotó képessége a lakossági hasznosságra sok mindent el tud érni, és fejleszt a tudás, ezért szerezte meg. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra!